Horváth Tamás, énekes dalszerző, a mai kiránduló partnerem, és itt vagyunk Tamásiban. Ugye, Tomikám? Igen, névkötelez. Névkötelez, hogy Tomi itt született, és Tamási Tolna megyében van, úgyhogy most ezen a környéken fogunk kirándulni, hiszen Tolna felé címmel írt egy dalt is. Így van. Erről a régióról, Tomi, úgyhogy a Road Movie-ban most egy Tolna megyei utazás következik. És Tamási, az mit jelent a te életedben? Hát, ha Tamásit egy szóval jellemezném, mondjuk az, igen, akkor azt mondanám, hogy a gyerekkorom. Én nagyon-nagyon szerettem itt lakni. Igazi falusias hangulat volt akkor, amikor én laktam itt. Lehet, hogy már akkor is város volt. Az viszont tény, hogy itt ez egy tipikus olyan város, ahol mindenki mindenkit ismer. És ez szerintem egyébként szuper dolog. Tehát én nagyon szeretem azt, hogy mindenki közvetlen a másikkal. Volt olyan, akit igazából arcról fel se ismertem, de már köszönt nekem, hogy szia Tamás. Szóval ez még akkor volt, amikor gyerekként itt laktam. Szóval ilyen szempontból Tamási csendes. Én azt mondtam mindig édesanyámnak, hogy Tamásiba, amikor az ember elér egy bizonyos kort, és már csak pihenni szeretne, akkor ez egy tökéletes hely arra. A Vadas parkja, akkor akár az a gyönyörű tó, ahova megyünk nem sokára. Hány éves korodig laktál Tamásiban? 11 éves koromig laktam Tamásiban, aztán Dunajvárosba költöztem, de nagyon sokat visszajártam. Édesanyám itt lakott az apukájával. Egy parasztházban nőttünk fel, amit a papám a saját két kezével épített. Nagyon-nagyon-nagyon nyugis hely, tényleg sok az idős, és tényleg, ha az ember pihenni akar, akkor én ide jövök. Tehát nekem ez egy kikapcsolódás. Itt tényleg az van, hogy az ember elenged mindent, tudod, a nagyváros zajától messze vagy, és tudsz inspirálódni. Én nagyon sokszor jövök Tamásiba, pedig meg a környékre, tehát itt nagyon-nagyon sok szép rész van, dimbes-dombos völgyek, akár Tolna-Némedi fele, szóval tényleg csodaszép. Milyen emlékeid vannak Tamásiról? Hát igen, szegényes környezetben nőttem fel, és ez a parasztház tényleg fürdőszoba nélkül volt, tehát mi kályhán melegítettük a vizet, és nem voltak ilyen semmilyen, hát ha azt mondom, hogy nincsen fürdőszoba, akkor ezzel mindent el is mondok, de nagyon szerettem. Tehát ettől függetlenül, hogy szegényes gyerekkorban nőttem fel, én nagyon büszke voltam erre, mert olyan szép emlékeim vannak. Fogja hajtani őket, nem? Hát nagyon veszélyes állat. Nagyon, de látszik, hogy tiszta izom, nem? Hát igen. Tiszta izom ráadásul. Oda néz. Az őzikék is kicsit tartanak tőle. Érdekes dolog ám a honvágy, hogy valószínűleg ez a tolnai táj, ez benned van. Lehet, hogy máshol először nem hiányozna, de egy idő után hiányozna. Ez a dimbes dombos. Igen, egyébként mindig észreveszem, mert ugye már most már lassan 17 éve, hogy városban élek, ugye átköltöztem Dunajvárosba, és akármikor visszajövök ide erre a vidékre, mindig azt érzem, hogy úgy hazajövök. Tehát, hogy bennem van azért valahol ez, hogy egyfajta honvágy. Igen, tehát ez azért ez erősen ott van. Ez leszakadós híd? Ilyen vicces híd? Úgy, de gyönyörű. Fantasztikus ez a rész. És ez még mindig Tamási Vadas park. Igen, de azt nézem, hogy ez ilyen szerelmesek hídja, nem? Vagy legalábbis lakatot akkor szoktak látni. Igen, ez szokássá vált itt. Nekem sajnos még nincs itt a lakatom, de majd az asszonyjal eljövünk. Nagyon szép rész. Tulajdonképpen ez egy nagyon jó kiránduló rész. Fantasztikus, igen. Kikapcsolódása, könyvolvasás, családdal sétálni. Gyönyörű rész, gyönyörű rész. És a levegő pedig fantasztikus. Itt nincsenek különösebben nagy hegyek, de olyan szép dombok, völgyek vannak ezeken a részeken, amelyeket be lehet sétálni. Milyen érdekes, itt van Vasgereben egy írótól, egy ilyen emléktábla, meg egy idézet, és ennek biztos megvan az igazsága. Azt mondja, hogy ez országnak mindene van,
hanem rá kell találni, mert nincsen egy-egy árva könyv, mely a tündérkertet kitárná előttünk. Hát ez mondjuk igaz, nem? Gyönyörű. Tehát gyönyörű. A saját szemeddel kell mindent megnézni, muszáj bejárnod akár ezt a vidéket is, hogy megérts, hogy milyen a Tolna. Bizony, bizony. Ide el kell jönni. Tolna fővárosa az micsoda? Szekszárd. Szekszárd? Szekszárd. Nincs fesse, tehát Szekszárd. Nincs. Milyen jó borok vannak Szekszárd. A legjobb borok. Oda is megyünk? Black and Roll induljunk. Gyerünk. Szekszárd! Yeah! Gyönyörű, milyen badregény estály, nem? Meg azt, hogy mennyire magas, tehát hogy mennyire magasak ezek a lőszfalak. Hát az évszázadok. Hát és nézzek ott a fák gyökerei, lógnak ki fel. Igen, nagyon jól néz ki. Belőbb ilyen. És fiatal, hogy megy minden fölömbe, ilyen labirintus. Iszonyat jó, ez nem is ért. Ez olyan, ez annyira érdekes helyszín, hogy filmbe lehetne használni, egyébként nem? Egyébként tulajdonképpen mi most egy jeep túrán vagyunk a Tomival, és ezekkel a terepjárókkal be lehet járni az egész környéket. Szevasztok! Sziasztok! Ezért érdekes Magyarországon is kirándulni. Annyi gyönyörű helyszín van, most kis túlzással karnyújtásnyira tőled, hogy sokszor tényleg nem tudják az emberek, hogy hányféle arca van Magyarországnak. És nagyon sok, nagyon sok. Belógnak az ágak. Na most hova érkeztünk? Ezt a részt úgy hívják, hogy Baranya völgy, illetve ennek a felső részét. Utána szemben van a Gurovica, vagy faluhely. Gyakorlatilag a szekszárdi dombság észak-déli vonulatról indul nyugatra, és ezt ilyen kelet-nyugati völgyek szegélyezik. Ez a nagy völgy, ami nem van, és ebből nyílik a többi völgy. Ez az egyik legszebb völgye. Ez egy szekszárdi borvidéknek. Államszerű. Sok borásznak van itt szőlője. Mekkora az egész bortermővidék? Borvidék most olyan 2600 hektár szőlőterület van, és itt nem csak a Baranya völgyet, hanem ha itt látható völgyeket nézzük, ott egy durván 150 hektár van, tehát itt lehet arányosítani, mekkora az össztermőterület. Viszont lehetővé teszi ezek a kis családi pincészetek, hogy nagyon magas minőségű borokat állítsanak elő. Hát gyönyörűek, ez látszik, hogy ezek a dűlők olyan szépen vannak megművelve, nem? Ez olyan szép rendben állnak a tőkék. Látod, Tilla, Tolna felé jó bor folyik. Érdekes, mert régen volt egy ilyen mondás, hogyha azt akartad mondani, hogy láttam mindent, ami szép Magyarországon, hogy láttam Tolnát, Baranyát. Ezt most elfelejtettük. Még a borvidékek közt is azt kell mondjam, hogy szinte a legkevésbé látogatott borvidék. Annak ellenére, hogy egyes bortársaságok értékesítésénél Szekszárd vezeti a listát, és mégis turisták szempontjából, borvidék viszonylatában van, akinél csak a tizede van, akihez képest a szekszárdi látogatók száma. És akkor ez a legmagasabb pont, ahol most vagyunk? Nem, ennél van magasabb is, kicsit tovább menjünk, és jobbkész felől látunk majd egy fából készült gyönyörű kilátót, úgy hívják, hogy a Bati kereszti kilátó. Ha fölmegyünk, az egész borvidéket belátjuk, de egészen a Zengőt, a Keletmecseget és lenne a Sárközi részt is. Hát akkor azt nézzük meg. Hajrá! Nem? Elvileg itt körbe mindent látunk. Ó, és igen. Azt a mindenit. És milyen jó az idő is hozzá. Ó, de gyönyörű. Fantasztikus. Amer elnézel, ott is szőlő, borvidék, arra is szőlős. Hát igazából, tudod lőni, hogy kb. A te tájaid merre vannak? Tamási hol van? Figyelj, én elvesztél? Én már elvesztem a második lépcsőfoknak. Kakasd arra. Aha. Őcsény. Erre, Öcsényben laktam is, még jártam is ott egy évet óvodába. Jó napot! Jó napot! Szia! 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 Szia!
Szerintem a diófa alá üljünk, jó? Jó, boldogan! Egy éghideg Schillerre készültem nektek. Schiller? Az egy ilyen helyi specialitás? Ugye ezt valamikor kadarkából készítették. Mi most már azért főként kék frankosból és kadarkából, az rozé, egy hideg rozé. Itt a Német János borászatnál vagyunk. Úgyhogy a Schiller ez egy kicsit tartalmasabb, egy kicsit érdekesebb, mint a fantasztikus gyümölcsiratai vannak. Ugye ezt 30 órát áztatjuk a héjon, azért egy kicsit sötétebb a színe. De milyen zseniális itt a egészség. Egészség. Jó falak, mindig jobb az idő. Egyébként inspirál. Tehát egy ilyen környezetben dalt írni, hát fantasztikus. Miért jó? Csak megy fel belőle. Miért kell a diófát? Hát már a szőlősben ezt már megírtam. Ti egyébként itt egy ilyen kisebb családi borászatnak számítotok? Vagy itt általában minden borászat ekkora nagyjából? Hát változatos a borvidék, nagyon színes, mert a 2-3 hektáros családi birtokoktól ugye a 100-150 hektáros nagyobb birtokokig vannak, mi 10 hektáron művelünk szőlőt. És milyen szőlők vannak itt? Kékfrankosunk van, kadarkánk, kabernénk, sziránk, merlónk, cvejgeltünk. Gyakorlatilag a kék szőlők közül majdnem minden megtalálható. És látok, mindenki borász? Volt a családban? Vagy te kitől tanultál? Hát gyakorlatilag ugye azért a nagyszülőktől sok mindent tanultam, ezt tanultuk a főiskolában, meg középiskolában, de én most már 20 éve önállóan borászkodom, úgyhogy abból tanultam a legtöbbet. Ez milyen élet? Tehát azon gondolkozom, hogy olyan csodálatos, hogy körülnézünk, ez fantasztikus, de gondolom nem egyszerű. Tehát hogyha valaki azt mondja, hogy én itt maradok Szekszárdon, és borász leszek, azért abban van meló. Hát mindenki a szép részét látja, ugye hát a poharat meg a bort. Ez a rész rendben is van. De leülünk veled beszélgetni, azért tényleg van vele feladat, meg kihívás, de hát a borásznál nem sok szabadabb ember van. Tehát, hogy tényleg kijárunk a szőlőbe. Én inkább a szőlőbe szeretek lenni, mint a kevésbé hát a pincében. Itt elindulsz, tehát, gyakorlatilag akkor... járjuk a szőlőket, nézzük nyilván, megnézzük, hogy dolgoznak a napszámosok, szület előtt, hogy érik a szőlő, kóstoljuk, nézzük a növényt, ma is körbejártam egy pár területet, elkezdett már zsendülni a szőlő, úgyhogy mindig nagy kihívás, és minden évjárat más, úgyhogy nem volt még két egyforma. Minden dal más, egy kicsit, mert máskor érint meg, úgyhogy ilyen a szőlő, és a dülők sokszínűség az, ami nagyon inspirál, tehát hogy mindig van egy, amit kigondol az ember, na most egy ilyen bor szeretnék készíteni, és ez már most megvan a fejbe, hogy fog nekiállni, mikor születelünk, hogy áztatjuk majd a kádon, tehát hogy van egy csomó dolog, ami, és mindig tanulunk, tehát hogy kell egy 40-50 szület, mire az ember úgy mindent a helyre tesz. És születkor van itt a legnagyobb élet? Minden borászatnál? Akkor több száz ember megfordul? Persze, hát akkor borvidéken napi 1000 ember szedi a szőlőt. Tehát, hogy szeptember közepétől októberig itt minden nap. Most vannak-e mulatságok? Vagy hogy szokott? Hát mulatság kevésbé. Az utolsó születi nap szokott inkább egy kicsit mindenki belehúzni, akkor az utolsó születet megünnepeljük mi is. Amikor az utolsó ládát fölöntjük a bogyózóra, akkor nyilván mi is leülünk, kibontunk egy pár üveg bort, meg pár üveg pezsgőt, és akkor aznapán nem mosjuk el a ládát. Bejártuk Tolna megyének egy kisebb részét, tehát azért sok minden látnivaló van még itt, de most ezt megpróbáljuk megnézni fölülről. Most megnézünk mindent, amit csak lehet, úgyhogy hőlégballonnal fölmegyünk. Köszönöm szépen a meghívást, Tomikám. Hányszor repültél eddig? Én egyszer repültem eddig hőlégballonnal. Micsoda tapasztalt! Na, és bőven elég volt. Én még egyszer se. Én most fogom kipróbálni. Figyelj, fantasztikus élmény, úgyhogy reméljük, hogy az időjárás is nekünk kedvez majd, úgyhogy én szerintem nagyon szuper lesz. Jó, de össze is kell rakni. Segíthetünk valamit? Itt vagyunk, mint önkéntesek. Ha már utasként felvisztek minket, akkor szívesen dolgozunk is érte. Egyelőre legyetek szívesek. Húzhatjuk is ki az egészet? Ne. Akkor húzzuk, húzzuk ki. Ja, ez ilyen nehéz? Ja, jó. Oké. Kicsit izgulok. De én csak igazából... Egyébként én imádom az összes ilyen furcsaságot, imádom látni, tehát de én is izgulok. Tudom, örülök, hogy szereted látni ezeket a furcsaságokat, én is a tévéből. Szevasztok! Sziasztok!
Hívja Horváth Tomi, de te itt vagy. Ez milyen fura élmény. Ez milyen lehetett, amikor az ember egy pár száz évvel ezelőtt ezt előtt... És működik. Hihetetlen. Hát ez igen, ez csodaszép. Tomikával nyomjuk, most már 200 méteren vagyunk. Igen, nagyon jó, gyönyörű. Nagyon szép. Hogy vagy, Tomi? Jól? Igen, igen, jól vagyok. Minden Tolna megyén. Tolna megye itt van alattunk. Hát igen. Ezért ez kemény. Nekem életem első ilyen élménye, hogy egy ilyen pici kosárban állunk, és több száz méter magasról letekintünk. És megy. Milyen érzés szülőfölded alattad? Hát őszintén megmondom, fantasztikus. Egyébként nekem ez a második alkalom, de ugyanannyira izgultam, sőt még talán jobban, mint az elsőnél. Ez egy... Ez tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó. Főleg az, hogy igazából lebegsz. Ég és föld között vagyunk, akkor elmondhatod, hogy pontosan miről szól ez a dal, amit írtál. Tolna felé, ebbe benne van a szülőfölded, de hát te magad is erősen, hiszen megénekelted, hogy valami lidérc elől menekülsz. Mi ez a lidérc? Igazából ez a lidérc saját magam. Én saját magam, az én régi önmagam, és azok a rossz emlékek, nem csak a pozitívak, hanem a negatív emlékek is, amivel egyszer és mindenkorra le akarok számolni. El akarom engedni ezt a sok negatívat, és csak a szép dolgokra emlékezni. Nyilván ezt nem lehet. Viszont ez a dal erről szól, hogy azokkal a megfelelési kényszerekkel, amikkel régen küzdöttem, azzal most is mindenkorra leszámolok. Hát igen, te tulajdonképpen kitaláltad, hogy hogyan tudsz kiszakadni egy környezetből, hogyan tudsz a saját énedből kiszakadni, megcsináltad magad, te vagy egy igazi, egy ilyen self-made man, amit szoktak mondani, és úgy tűnik, hogy ez sikerült. Hát én is azt érzem, és... Most már mered ezt gondolni? Merem ezt gondolni, sőt, ki ismerem mondani, viszont ez egy folyamatos meló. Én életem végig szerintem ezen dolgozni fogok, és mindig tanulunk valamit, de most első körben a Tolna felé egy olyan dal, ami szembenéz azokkal a hibákkal, saját magunk hibáival. Erről szól a Tolna felé. És milyen érzés volt így úgy dalt írni, hogy bele kellett szőni a saját szűk hazádat? Őszintén szóval már nagyon régóta gondolkoztam, hogy valamilyen úton, módon szeretném Tolna megyét, szeretném az én szülőhazámat megzenésíteni, és ez az alkalom volt szerintem a legjobb alkalom, hogy a Road Movie keretein belül ez a dal végre megszülessen, úgyhogy én nagyon hálás vagyok ezért a projektet. Mi volt a nehézség? Megmondom, nem olyan egyszerű megfogalmazni az embernek saját magának, hogy mit jelent neki a szűk kis hazája? Hát szerintem attól szép ez az egész, hogy igen, szembenézni a rossz emlékekkel. Én egy szegény sorból jövök, és én erre mindig büszke voltam. Mert ettől függetlenül boldog gyermekkorom volt, viszont ezekkel újra szembenézni, elmenni, megnézni a régi házat, felnőttem, ehhez kellett lélekerő, kellett az, hogy körbe menjek Tolna megyében, azokban a falukban, a városokban járjak újra, ahol régen gyerekként ott voltam, és ezek felhozzák azokat a régi emlékeket, amik nem feltétlenül szépek, és ezekkel szembe kell nézni. És ettől függetlenül érdekes mégis az, hogy én mégis a szépséget látom ebben, érted? Engem inspirál a környezetem, nagyon. És én fogtam magam, beültem a kocsiba, elmentem Tolna Némedire, Simon tornya, akár tényleg Nagy Székely vagy Nagykunyi, elmentem ezekre a helyekre megnézni, újra bejárni ezeket az utcákat, és nagyon inspirál. Szóval ez a része mit könnyebb volt. Mit mondtak ezek az utcák neked egyébként? Melyenkor mit tényleg van egy ilyen párbeszéd, mit sugaltak? Hát ez olyan, mint amikor kinyitsz egy könyvet és magadat nézegeted, de mintha egy ilyen fotóalbumot néznél, tudod? Hát. Nekem nagyon kevés fényképen van gyermekkoromról, nem volt fényképezőgépünk, tényleg nagyon kevés. De amikor visszamész, akkor ezek mint egy filmkocka, tudod, lepereg a szemed előtt, és ez olyan szinten inspirált, hogy tényleg hazamentem, egyből gitárt ragadtam, és írtam a dalt. Kapaszkodsz, Tomi! Várunk le, Tomika! Kukorica gyerekei! Ez nagyon jó! Csodálatos! És most fogunk egy nagyobbat döccenni. Megvagy! Esetek belém, puha vagyok! Leszálltunk! Csaba a pilótán, köszönjük szépen! Fantasztikus! Taps, ez zseniális volt!
Túléltük! Forog. Playback! Visszahúz engem a vidék. Tolna megyében Nagyszékely településen vagyunk, és a Horváth Tamás Tolna felé című videoklipjét forgatjuk. Dalszöveget kell a szememben látni, nem a zenét. Nem a zenét. Jó, rendben, oké. Egy elég komoly terepszámle eredménye, hogy itt forgatunk, mert ő egy megyéről írta a dalt. És hát ez elég tágfogalom, főleg egy filmes csapatnak nagyon nagy lehetőségek, ugyanakkor meg ez furcsa is, hogy most akkor merre induljunk, hogyan induljunk, mit csináljunk. Úgyhogy egy kb. Egy hónapos terepszemle volt, és megtaláltuk Nagyszékely települést, ami nagyon közel van a Tamás szülőhelyéhez, ami egy zsákfalu, egy ilyen eldugott kis pici kis ékszerdoboz itt Tolna megyében, és találtunk egy olyan utcát, ahol annyira kedvesek voltak a helyiek, hogy az utcának az összes házát használhatjuk, mindegyik udvarba bemehetünk. Ez az utca ráadásul egy ilyen picit dombos, meredek utca, ami a dalszövegben is segít nekünk, és a háttérben van egy templom, ami pedig azt adja nekünk látványban, hogy nem egy ilyen üres égháteret láttunk, mert nem unalmasak a képek, hanem mindig van valami jó dolog a Tamás háta mögött, akár egy szereplő, akár egy épület, akár a templom, akár csak az útnak a meredek szöge, tehát egy képileg nagyon izgalmas utcarészletet választottunk itt Nagyszékelyen belül. Tessék! Jön a Tomi, gyere Nimrod, utána szaladsz! Egy olyan dalt írt a Tamás, ami elképesztően vidám zeneileg, de dalszövegében egyáltalán nem az. Ezt a paradox helyzetet szeretük volna picit metaforikusan bemutatni úgy, hogy közben Tolna megyei látványt is látunk, ezért azt találtuk ki, hogy ez az ő régen elfeledett, kicsit búskomor emlékeiről és az ő életútjáról szól. És az életútja és a falusi lét és az abból való kitörés és ez a vágta, amit ő a sikerért és a boldogságért megtett, azt egy útpárhuzammal mutatjuk be, és egy utcán fogunk végigjönni vele, ahol megjelennek emlékképek a gyermekkorából, és ezt párhuzamba vágjuk ilyen dombságon vágtázó lóval. Próbáltuk ezt egy kicsit szépen használni a lovat, hogy egy ilyen metaforája legyen az ő karakterének, és amikor végigér az utcán, akkor a ló is végigér az útján, és akkor ebből fog összeállni így egy ilyen kis képi allegória. Szerencsére extrém időjárás van ma, és nem azért, mert vihar van, és én ennek amúgy meg nagyon örülök, viszont 33-34 fokban forgatunk, tűző napon. Nagyon megviseli a stábot, a statisztákat, mindenkit, és engem is ez az idő, főleg a ruhákat, mert minden úgy néz ki, mintha egy liter vízzel öntöttek volna minket. A stylistok nem győzik szárítani a ruhákat, de én azt mondom, hogy még inkább legyen ilyen jó időnk, és süssön így a nap, és legyen egy gyönyörű szép naplementénk, mint hogy itt álljunk esőben, és várjuk a szép időt. Simi? Először is meg kell említenem, hogy fantasztikus szeretettel fogadtak minket a helyiek, mindenben segítettek az egész koordinációban a gyártásvezetésnek, tehát mindenkinek segítettek, amiben tudtak. Nagyon-nagyon-nagyon cukik, és azt kell, hogy mondjam, nem csak nagyon finomakat főztek nekünk, hanem konkrétan szerepelnek is itt a klipemben, és én ennek azért nagyon tudok örülni, mert valódi személyek szerepelnek a klipben, akik sosem láttak még kamerát, még nem csináltak ilyesmit, és hát nyilván nagyon-nagyon meg vannak illetődve, de fantasztikusak és nagyon hamar megtanulták a feladatukat. Gyerünk! Gyerekek, Flóra, várjál! Most bemegy a Flóra hozzá, lányok fölállnak, leugrik! Hey, letérdel! Hey! Kuruc Sanyi a 2009-es Csillagszületikben szerepelt akkor ő is, mint versenyző. Nagyon régóta ismerjük egymást, nagyon-nagyon kedves cimborám, és nagyon szeretem a munkáit, nagyon szeretem, ahogy koordinál minket, ahogy betanítja a koreográfiát a szereplőknek, és ahogy nekem is segít. Gyere! Gyere! Buri van! Buri van!
elindulok az utamra. Éjjel csendben kiosonok, száraz cipó a batyumba. Elhagyom most az otthonom, visszahúz engem a vidék. Most leszámolok veled telidért, elengedem a félelmemet. Utolsó harcom lesz veled. Dolna felé visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam. Rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, rigó táncul a sötétben. Emlékszek, igen, emlékszek. Éjféli bár követ engem, táncolnék, de nem vagy engem. Meg innen, igen, meg innen. Visszanézek még egy percre, dombos völgyet, szép vidékre. Elhittem, ó, igen, elhittem. Hol csugaras éjszakába, Sió mentén gyalogolok. A víztükörben meglátom őt, engem bámul, nagyon morog. Beleállok én a harcba, álmodnék, de ő nem hagyja. Makacs összvér ez az emlék, ha nem fogadnám, gyenge lennék. Felé visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam. Rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, rigó táncul a sötétben. Emlékszek, igen, emlékszek. Éjféli bár követ engem, táncolnék, de nem vagy engem. Meg innen, igen, meg innen. Visszanézek még egy percre, dombos völgyet, szép vidékre. Dolna felé visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam. Rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, rigó táncol a sötétben. Emlékszek, igen, emlékszek. Hey!